Öldözőben jár a nap az égen címmel tartott évzáró gála műsort a Hajdúböszörményi Népzenei Együttes november 4-én szombat este. A programnak a Művelődési Központ és Közösségi Ház Színház terme adott otthont. Tavaly ünnepeltük fennállásunknak 25. évfordulóját, ezen alkalommal rendeztünk egy jubileumi gálaműsort, és miután lement a műsor, úgy döntöttünk, vagy azon gondolkoztunk, hogy nem csak egy ilyen jubileumi évforduló alkalmával kell nekünk gálaestet rendezni, hiszen az év bármelyik napjában megrendezhetnénk ezt a rendezvényt, és így jött az elhatározás, hogy akkor csináljunk egy évről évre ismétlődő gálasorozatot, ugyanis a helyiek, a közönségünk nem tud minden egyes fellépésünkön jelen lenni, így ezen az esten összeszedtük az év sikeresebb csokrait, összeállításait, és akkor egy az egyben szeretnénk őket előadni. Milyen népdalokat, illetve milyen műsort is várhat itt a közönség tőletek? Egy Kárpát-medencei túrára invitáljuk a kedves nézőközönséget. Indulnánk Galga mentéről, Pest mellett, utána Rábaköz, majd délre kanyarodva Bogyiszló, utána kicsit hazai vizekre vezve Hajdúság, elhagyva mai országhatárunkat Erdélyországban, Lőrinc révek, Kalotaszeg, Felcsik, és majd Szatmárra fejeznénk be. Na de gálás, nem csak gálásra hallhat titeket a közönség éves szinten, hanem rengeteg városi eseményen is jelen vagytok mindig. Így van természetesen, de nem csak városi rendezvényeken, figyelünk arra, hogy a lehető legtöbb népzenei versenyre is el tudjunk jutni, ahol hála Istennek igen szép eredményekkel térhetünk haza. Na de gálás, mit is lehet tudni az együttes tagjairól? Az együttes túlnyomó többségben szépkorúakból áll. 97-ben alapultunk, sokan közülük alapító tagok, azóta erősítik a csapatot. Legfiatalabb tagunk, az az öcsém, aki 13 évével erősít bennünket, de egyébként változó korosztályban képviseljük a hagyományainkat. A gála műsoron megjelenteket elsőként Kis Attila polgármester köszöntötte, aki megfogalmazta, a Népzenei Együttes a város gazdag kulturális palettájának egy üdes színfoltja. A mai világban, amikor már bárhol és bármikor hallgathatunk zenét, nem biztos, hogy elsősorban a magyar népzene vagy valamelyik nemzetzenéje kerül előtérbe. Ugyanakkor ez a rendezvény mégis mutatja, hogy igenis, a mai világban is van igény a népzenére. A program folytatásában a Népzenei Együttes tagjainak műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. Csatári Jánosné immár 12 éve erősíti az egyesületet. Annak idején a citera hangszer, valamint a népdalok szeretete miatt csatlakozott a Népzenei Együtteshez. A citera hangszernek a szeretete hozott ide. Hát azóta rengeteg népdalt, meg csokrokat tanultunk, és ez nekem egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás. Amellett a kikapcsolódás, mit is tud adni egy ilyen népzenei együttes? Hát elsősorban részemről kikapcsolódás, meg nagyon sok teljes egységről megtanulunk csokrokat, és amit esetleg nem tudnánk, hogyha a vezetőnk, a művészeti vezetőnk nem tanítana bennünket, nem járnánk versenyekre, ilyenekre. Nekem ez nagyon-nagyon jó kikapcsolódás, úgy gondolom. Na de gála, és gála műsor, hogyan is készültek erre a mai estére? Igen. Nagyon sokat készültünk most erre a gála műsorra. Többször voltunk próbán. Hát nagyon izgulunk mindenki. Reméljük, hogy nagyon jó sikerül, és fog tetszeni a közönségnek. Cégény Nagy Erzsébet 7 évvel ezelőtt barátnője meghívására csatlakozott az együtteshez. Körülbelül 7 éve, amikor Nagy Zsolt Arnold lett a vezetője a csoportnak, akkor kerültem én is ebbe a csoportba. A barátnőm hozott be. Igazából nem itt találkoztam először az énekléssel, mert a Hajdúböszörményi Daróczi Várdos Tamás kórusnak tagja vagyok 30 éve, és hát már régen hívtak volna, hogy jöjjek népdalt és énekelni, és valahogy akkor még nem éreztem úgy, hogy ezt én át tudjam adni igazán, de nem bántam meg, mert nagyon szeretek népdalt is énekelni, úgyhogy az szerintem nálam ilyen lélek felszabadító, meg hát az öröm, az együttlét, az nagyon sokat jelent. Ugyebár ma itt vagyunk egy gálaesten. Hogyan is készültek egy gálaesten? Nem csak gálaesten, hanem a város számos rendezvényén is hallhatjuk önöket évről évre. Igen, hát rendszeresen próbálunk hetenként, péntekenként. Hogy készülünk fel? Hát úgy mondjam, hogy teljes gőzzel.
így lehet mondani, és nagyon odadással, odafigyeléssel, ez egy nagyon komoly próbák ahhoz, hogy mi fel tudjunk lépni. Szabó Sándornit általános iskolás kora óta végig kísérte a népzene szeretete. Amikor a városba költözött, akkor döntött úgy, csatlakozik a Hajdúböszörményi Népzenei Együtteshez. 8. korom óta énekelek, tehát általános iskolás koromtól kezdve a felnőtt énekarokban is énekeltem, és többször volt olyan lehetőségem, hogy talán egy kicsit komolyabban kellene tanulni a zenét, de most, hogy ide sikerült itt énekelnem, még a citera megtanulásához is volt kedvem, úgyhogy beiratkoztam a zeneiskolába, és nagyon örülök neki, hogy ilyen sokoldalúan tudom magam fejleszteni, és fejlődhetek itt az együttessel is, mert olyan kiváló szakmai vezetőnk van, akitől nagyon sokat tanulunk, tehát példaképünk lehet tulajdonképpen. Népzené együttes, milyen története is van annak, hogy ön csatlakozott ez az együtteshez? Hát ennek az az előtörténete, ahogy mondtam, hogy mindig is énekeltem, és hát érdekelt maga az éneklés, és kaptam egy lehetőséget egy osztálytalálkozón Maria Jankitól, hogy itt lehet énekelni, és megragadtam ezt a lehetőséget, és boldog voltam, hogy eljövök, és hogy én is jól érzem magam, meg a csapat is befogad engem. Ugye most egy gálás van, hogyan is készültek erre a gálásra? Illetve azontól, hogy gálás, mit is tud adni egy ilyen népzenéi együttes? Hát ez nagyon nagy személyiségformáló erő, a dalok, maguk azok, hiszen a Kárpát-medence szerte megismerjük a ott élő embereket a dalokon keresztül, az érzéseiket, a szokásaikat, a szívbéli óhajaikat, vágyaikat, ezzel mi magunk is gazdagszunk. A zenei kíséret az még inkább elősegíti ezt a fejlődést, és ez úgy magával ragadja az embert, a szívébe zárja ezeket a dalokat, és amikor a színpadon van, akkor a közönségnek is át tudja adni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen közvetítő szerep, ami által mindannyian csak gazdagszunk. Tacsi Istvánné egy évvel ezelőtt csatlakozott az együtteshez, azonban a népzene iránti szeretete már kiskorában is jelen volt. Egy éve csatlakoztam a népzenei együtteshez, 10 éve vagyok a Dóri József Nóta Klub tagja. Nagyon szeretem a közös éneklést, nagyon boldoggá tesz. Általános iskolában is mindig énekkoros voltam, zeneiskolában is jártam, és az egyik klubtársam hívott, hogy nézzek, annyira kellene a népzene együttest erősíteni, hogy jöjjek már el. Hát aztán megígértem, de végül nem is tudom, hogy, de végül csak eljöttem, és elmondom, jó, megnézem, és ha tetszik, akkor fogok járni. Hát nagyon-nagyon boldoggá tett, mikor megismertem a kis csapatot, meg az a közös éneklés, úgyhogy azóta minden egyes alkalommal igyekszek, és minden próbán itt vagyok. Nagyon sok fellépésünk volt, és nagyon boldoggá tesz. Nagyon örülök neki. Említette, hogy egy évvel ezelőtt csatlakozott a népzenei együtteshez. Milyen megtartó ereje is tölt lenni itt az egy év alatt? Társaság is, a közös éneklés, meg eleve az éneklés, ami nagyon boldoggá tesz. Tehát nagyon, nagyon szeretek énekelni, és nagyon boldoggá tesz az éneklés. És rájöttem, hogy ez nekem nagyon-nagyon hiányzik az életembe, és igyekszek is mindig jönni, és nagyon szép díjakat nyertünk, sok fele fellépünk, nagyon örülök neki. Most a gépen, tornya ide látszik, a szépkedves kis angyalom máshol játszik, játszod hozzá kis angyalom.
Még az éjjel vét akarok.